darab gyús 200 küldött nekem egy nagyon jó visszajátszást. T-10-es orosz nehéz tankkal. Itt egyből egyébként megnézném, hogy szerintem ez inkább egy közepes tankra hasonlít. Az összes paraméterre arra hajaz, sebessége, lövege, toronypáncélzata leginkább az orosz T-54-esre hasonlít. És véleményem szerint, hogyha pár T-54-es vagy T-10-es szakaszba elindul, hárman vagy akár ketten is, ott saját hírba azért elég szépeket lehet aratni. Na most igazából egy elég érdekes helyet választott magának gyúrusi pálya kezdete elején. Tudom, hogy páncélzatunk jó, úgyhogy azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy a toronyból lehet venni igen sok mindent, de hát nézzük tovább, hogy van ez. Az alsó lemez az elég gyenge. A lánctalpakat is könnyen be lehet lőni, a felső rész könnyen belőhető szerintem, viszont a torony és a páncél közötti terület is weak spot, tehát erre oda kell figyelni. A felső kupola pedig egyértelmű. Na most a tank frontpáncélja kisebb szinteken azért tudném, hogy esélye tudunk lepattintani tankokat, közben lepattintott minket egy BK, elég érdekes. Viszont azért ennek a tanknak ne a páncéljára bízunk, tehát 7-es szinten van esély, de 9-es, 10-esen már egyáltalán nincs. Visszajátszás végén már láthatjátok, hogy Tigris lazán be fog minket lőni frontból, tehát erre oda kell figyelni. Na megvan az első kill, egy VK-28-01, profátlankodik egy T-25x2-be és nyert egy 462-es csicskalángost, úgyhogy nem tette jól, hogy velünk kockázott. Hát a következőt már nem eresszük el. Megjegyezném egyébként itt az elején, hogy a T-10-nek viszonylag nagyon jó pontos ágyúja van. Úgyhogy erre azért lehet építeni, nem keveset. Tehát oroszokhoz képest egy pontos ángyú azért az szerintem kiemelkedő előny. Egyébként azt hiszem ugyanez az ágyú kerül az X4-re és az ST1-re is. Úgyhogy aki esetleg húzza ezeket az ágyokat, azok könnyen rá tudja pakolni a tankokra, ha már az egyiknél kihúzza. Na most oldalt elindultunk, ugye elkezdték foglalni az előbb, de közben kimentek a foglaló körből az ellenfél tagjai. Tehát az azt jelenti, hogy eléggé betörődtek, ott jó lenne odaindulni lassacskán, és Gyuris is neki bátorkodik, csak ugye ott megpillantott egy onit, és nehéz ellenállni annak a hatalmas nagy VN8 javító tagnak. Sixenzet használ a tankján, ez kifejezetten okos döntésen, és ezzel a tankkal elég gyakran fogunk oldalba támadni, tehát azért jó, hogyha tudjuk, hogy fel vagyunk motor vagy sem. Távolban van egy is-3-as egyenlőre, de tudjuk, hogy ez nem igaz. Megkilakunk egy követett 470-es átlagkedett a sebzésje. Igen, megjegyezném, hogy az átlag sebzésünktől nagyon gyakran jóval nagyobbak lövünk ezzel a tankkal. Nagyon szépen kiszedtük a követet. Meg egy kis személyes tapasztalatot véleményt mondjak. Nekem lassan meg lesz az is-7. Ez egy olyan tank volt, amivel mindig minden hírben nagyon szívesen játszottam. Nagyon szépen kiszedte közben a lorit. Gyulus 200. Hajjaj. De neki a baja. Ez kitérzett. És nekem ez az egyik kedvenc tankom. Tehát stokkod nyilván problémák vannak vele, de hát még tankkal nem. Egyelőre 12 hétre áll, megtudom Leo. Hát igen, a fosnak a kukkolója az már csak ilyen pattintatós. Nyilván belement a lövedék. Távolban még mindig az is hármas. Hát azért ez innen nem lesz könnyű eltalálni, úgyhogy óvatosan. Nagyon szép, tehát D137-et bele, ha néztettünk a Leo-ba. Egyébként több mint 3000 ponttal, életponttal vezetünk, tehát ez a csata szerintem eléggé kikövetkeztethető, mint eredmény tekintve. Ajjajjaj, benne hagyunk 15 HP-t, hát ez kellemetlen. Valószínűleg ő előbb be fog tölteni, mint mi. Most nem. Viszont az is-3-as még oldalról be tudott lőni. Úgyhogy na, ez nem volt jó. De hát még mindig van 1184 HP-nk és az ellenfélben maradt 5 darab tank. 4. Ez egy nagyon szép meccs volt. Akármis idáig, de nézzük tovább, hogy Gyűlös még mit tud tenni a csapat érdekében. Mennyire tudja feltornászni ezt a V1-8-at. Jack Tiger 435, nagyon szép lövés.
Ugye tudjuk, hogy Cseri mutatott bele egy visszajátszást még a minap. Nagyon jó meccs volt, nagyon jó menet volt. Ideig egyébként 3673-at sebeztünk 4536 V8-al. Ezt azért még feljebb lehet tornászni. Azért végig lőni. Ezek a német tankok kezdenek egy kicsit problémás helyzetben lenni, úgy látom. Na, megpillantjuk, Jagdtiger gyönyörű szép elmutatta azt a területét a tankjának, a frontpáncélját, amit könnyen be lehet lőni az egyébként a tankkal. És ugye itt ütött be minket a Tiger, úgyhogy ezt mondom, hogy azért van ennek a tanknak rendesen respektje, tehát oda kell figyelni. 454, ajjaj, közben megjön a Challenger oldalról, reméljük még Jurus le tudja lőni azelőtt, hogy ellopna a fügyét. Tiger megint lepattan, Challenger belelő, és meg kiszedjük. 7364, 48, 547 sebzés. Én még elnézést kérek. Egy rőn maradt hátra. És 11-2-es egyébként a K0-ás szektorban jelez. Hát, arra is rá is esély van, de én azt mondom, inkább a rőn helyébe elmentem volna alkot vadászni. Úgyhogy én biztos arra keresném. Vagy legalább a városba. Tehát mindenképpen egy olyan területen, ahol nincsen csapatunk, logikusan. Úgy a szépen megsüti oldalokat a nap. Szeklet azért ennek a játéknak, a fikája, ezt meg kell hagyni. Fejleszgetik. És lassan azért már csak a 8-9-es nullás szektorban lehet az öröm. És megpillantottuk. Gyurus egyelőre közelebb merészkedik, nehogy elvédse a lövést. Megpillantjuk. És belelő egyet. És elvették. Hát ennyi lett volna ez a csata, ugye a Redley Watershez nem kellett azért nagyon sok. De hát sajnálatos módon nem lett meg. Ugye látható innen azért előről, hogy a frontpáncélunkat lőtték be. A toronynál egyébként valószínűleg azt pattintottuk le. A frontpáncélnál azt be lehetett lőni. Majd most mutatja az egér. És hát ugye látható a hasunk az sértetlen lett volna. Ennyi lett volna a viccelszás, Folli voltam. Sziasztok!